Ismét megmutatták tehetségüket a diákok a Vasvári Pál Gimnázium hagyományos művészeti bemutatóján. A rendezvény keretén belül a diákok megcsillogtathatták tehetségüket többféle művészeti ágban is. Horváth József intézményvezető örömét fejezte ki, hogy ilyen sok kiváló képességgel rendelkező diákot tudhat magáénak az iskola, majd hozzátette, lehetőséget kell biztosítani a diákoknak arra, hogy bemutathassák kvalitásaikat társaik, tanáraik előtt. Azért is fontos, mert mi azt valljuk, hogy ebben az időszakban, amíg nálunk vannak a diákok, teljesedik ki a személyiségük, és ez egy nagyon jó lehetőség ahhoz, hogy azok, akik valahol, valamilyen területen kiemelkednek a többiek közül, azok ezt megmutassák, és ebben sikereket szerezzenek, és tovább építsék magukat. Az idei évben a Vasvári Énekkarától hallhattunk népzenei műveket, filmzenét és 21. századi popslágert is. De természetesen több versmondó zenész, valamint az iskola színjátszó csoportja is színpadra állt. A mostani alkalomra a 0. óra című amerikai klasszikussal készültek a fiatal színészek, amelyet szintén egy diák, Majoros Levente rendezett, aki ebbe az irányba is szeretne majd tovább tanulni, hiszen nagy vágya, hogy filmrendező lehessen. Magyarországon igazából nagy kultusza nincs a filmnek, Amerikában eléggé elterjedt, viszont diák színpadnak úgy éreztük, hogy különösen jó alapanyag, plusz egy nagyon jól frissíthető és aktualizálható alap. És hát ezt igazából a Vasvári Diák Színpaddal csináltuk, annak ellenére, hogy vannak külsősök az előadásból, más iskolákból is. A fiatal rendező hozzátette, örül, hogy egy olyan iskolának és közösségnek lehet a része, ahol teret engednek a tanulóknak, hogy bemutassák affinitásukat.